Műholddal a legtöbb HD sportcsatornát a Diginél érheti el. Műholdas Digi csomag Digi sporttal 61 digitális és 8 HD csatornával 3 hónapig 0 forint havidítól 2 év hűségidővel. Részletekért hívja 1272-t vagy kattintson. Digi. Egyszerű a választás. És mindezt itt láthatták a Digi sporton. Az Árpád Zálogház várja kedves ügyfeleit a 13. kerület Árbóc utca 2-es szám alatt, közvetlenül az Árpád híd lábánál, a Volán busz pályaudvar mellett. Most nyitási akcióval kedveskedünk ügyfeleinknek. Kölcsönünket a 14 karátos tört aranyra akár 5500 forint per grammáron, a 18 karátos tört aranyra pedig 7000 forint per grammáron folyósítjuk. Térjen be hozzánk, mert a legjobb ajánlatot az Árpád Zálogháztól kapja. Mi folyósítjuk a legtöbbet. Bízza a látását szakértőkre! Szeretettel várjuk a 13. kerületi Anna optikába, a Pannonia utca 48 és a Pozsonyi út 1 szám alatt. Jól képzett munkatársaink, kedves, barátságos kiszolgálással, európai színvonalú környezetben a környék legjobb áraival várják Önöket. Korszerű gépsorral felszerelt műhelyünkben express gyorsasággal készítjük el a tökéletes szemüveget Önnek. Ingyenes szakorvosi látásvizsgálat, minőségi keret és lencse kínálat az év kereskedője kitüntetett Anna optikában. Szemüvegre, kontaktlencsére van szüksége? Az Anna optikát keresse. Várjuk Önöket a Pannonia utca 48-ban és a Pozsonyi út 1 szám alatt a Jászai Mari térnél. Telefon 329 40 58. Látogasson el weboldalunkra, ahol megtekintheti aktuális akciónkat is. www.annaoptika.hu. Ha minőségi, igényes élőzenét kerestek esküvőtökhöz, akkor látogassatok el honlapunkra www.esküvőzene.hu. Gitár és énekduónk esküvői állófogadásokhoz és esküvői vacsorákhoz biztosít a magas színvonalú háttérzenét. Ha unjátok már a lakodalmas esküvőket, akkor itt a helyetek, www.esküvőzene.hu. Minden magyar embernek tudnia kell, hogy a külföldi érdekeltségű kereskedelmi láncolatok a magyar termelőket mellőzik, illetve kiszolgáltatott helyzetbe hozzák. Az általuk realizált haszonból mi egy fillért sem látunk többé. Túlélésünk záloga, hogy minél nagyobb arányban válasszuk az egészséges magyar élelmiszereket, magyar alapanyagokból készült, magyar gyártású termékeket. Ne dőljünk be a talmi olcsóságnak, válasszuk a minőséget. Amit eszel, azzá leszel. A budapesti virágpiacon minden vasárnap délelőtt találkozhat az egészséges élelmiszerek előállításának mestereivel. Kedvére válogathat zöldség, gyümölcs, pékáru, tej, sajt, hús, baromfi, savanyúság, méz, lekvár termékekből és még sok-sok kézműves kínálatából. Mindenki megjött a nyaralásból? Akkor elő a fotókkal, a filmekkel, és felvelük az internetre. A UPC.net-nek meg sem kottyan, ha egyszerre több kütyűvel csatlakoztok rá. Most ráadásul minden új UPC internet előfizetés mellé díjmentesen adjuk a Wi-Fi-t. A megbízható és stabil nettel mindent kihasználhatsz, amit otthoni netezőként ki lehet használni. A UPC internet csomagjai már havi 1999 forinttól elérhetők trió csomagokban. Hívja a 1221-et, vagy irány a upc.hu. Akciós csütörtök az Angyalföldi Szociális Egyesület családbarát üzleteiben minden héten extra kedvezményekkel. Itt bőséges árukészletet és mindig kedvező árakat talál. Az akciós csütörtök termékeit keresse üzleteinkben, mert nekünk a vevő igénye számít. Mi is itt vásárolunk!
Köszöntöm a TV 13 nézőit, futsal M1-es mérkőzésre jelentkezünk a Fáj utcai sportcsarnokból. Két újonc találkozik, a Vasas a Dunai várost fogadja, szakkommentátor társam pedig ezen a mérkőzésen is Kis János. Szervusz, köszöntelek! Mire számítasz ezen a mérkőzésen? Ugyebár ez már az alapszakasz visszavágója, Dunai városban kikaptatok. Igen, mindenkit üdvözlök, és remélem mindenki bírja a szakmai észrevételeimet. Hát jó, amit mondasz, nagyon szomorú vereség volt, mert a kicsit játékvető hibából kaptunk ki. Azt mondom, hogy végig uraltuk, egyik legjobb meccsünk volt, végig uraltuk a meccset, és megmondom őszintén, nagyon szerettem volna ott nyerni, és egy ilyen hülyeséggel nem nyertünk, ez sajnos... Meglátjuk erre a meccsre, ez nem fog előjönni remélhetőleg. Sranc lövése, nyomás, uhant a labda a bal kapufa előtt, de beleérte egy Vasas játékos, így aztán sarokrugás következik. Szerencsére eltörték, azóta a Sranc Balázs eltörte egy kicsit, de egy nagyon gyenge passz miatt volt, a futra elpasszolta. Most számoljuk, egy rossz passza volt, jó, kezdjük el számolni. Egy lövés, és Gál lábbal véd. Itt is a kis raga maradt le, itt középen nézte a vonalat, vagy bármit, mert ide kijön, akkor teljesen szabadon vette ezt a üvegtel. Igen, most a Vasasban legelő láthatják Ragadics Krisztiánt, őt viszonylag kevesen láthatták még a tévében. Ki? A játékos. És közben oldalt megy ki a labda. Marad a labda a fehérmezes dunai városiaknál. Zsávó, menjél le, segítsél már! És hamarosan megpróbáljuk megoldani a technikai problémák lépnek föl, olykor-olykor. De nézzük inkább a technikai, és pontosabban az összeállítását a csapatoknak. Szente Tamás volt az előző szezonban a játékos edzője a Vasasnak, aki átment a Dunaújvároshoz, de most ezen a mérkőzésen nincs itt. Ez jó-e vagy rossz? Én Tomival találkoztam pont szerdán személyesen, és mondja, hogy jó hírem van. Hát mondom, nem tudom, hogy jó hír vagy rossz hír. Igaz, hogy ő lőtte a győztes ellenünk. De hát azt mondom neked, hogy a Tomi meg a Fekete a két talán legjobb játékosuk ebbe a... Tehát, hogy ők nem játszanak, ez egy elég komoly előny, de ez néha jöhet ki rosszul is. Tehát én azt mondom, hogy azért a Tomi többszörös válogatott akármi, és ő megérzi a hiányát a mindenképpen a Dunaújváros. Hát meglátjuk, ez nálunk mennyire lesz elég. Igen, azt veszük, az ő távozásával távozott jó sok válogatottság, de több érkezett, hogyha nagy és Sivákot veszük figyelembe. Igen, ez jól mondod, tehát egyetértek, Futre, Sivák, Szegi, tehát ez egy elég komoly. Látod, milyen könnyű labda volt, és milyen simán elment kettő között, egyik se figyelte a maga lábát. Tehát itt azért Futre, ugye ahogy néztük a vissza a meccseket, Futre egyik legjobb játékos volt, tehát ő nagyon számít, hogy fog ma játszani. Ő teszi most tovább Ragadicshoz. Fiatal játékos megpróbálja megtartani, kiharcol egy oldalbedugást. És közben még hogyha összeállításokat elemezgetjük, itt a mérkőzés elején van rá idő. Gál van a kapuban, viszont csere kapus most ezen a mérkőzésen. Balla Bertalan, akit még nem láthattunk, róla is mondj légy szíves pár mondatot. Igen, hát a Áron sajnos a színtablettát nem eszi, tehát mivel nem eszi, ezért a U20-ból a Ballát azért volt érdekes, mert múlt héten volt az első NB2-es meccse, és milyen egy hét múlva már vagy hétfőn volt, öt nap múlva meg NB1-be van. Hát ez mindent nem csak, mondom, nem csak a kényszerből, hanem úgy is teljesítette az NB2-es meccsen? Nem, sajnos nem teljesített úgy, de most itt megmondom őszintén, neki is meg kell adni, hadd érezze ezt, hogy egy kicsit elhivatott legyen, nagyon fontos, hogy elhivatott legyen a futszál irányába. Ezt néha meg kell adni, ilyen mézes madzagokat meg kell adni. Siváknál a labda. Szegit próbálta megjátszani, nagy segít be neki. Ragadics még mindig az első sorban, a kezdő sorban fönn a pályán. Egy csele szépen elmegy, nagy és egy okos pöccintéssel megvan a vezetés. Egyéni alakítása, ahogy mondtad, nagyon sok múlik ezen a mérkőzésen. Ezt erre jól éreztem rá, de hát ez az a rutin. Egy lövővel ketten elmentek, a kapus dupla lábbal jött ki, és ezt nem szeretem a vezetést különben, de ezt is elmondom neked. De ez meg lehet, hogy most pozitívan jön ki, mert nagyon fontos, hogy ebből pozitívan jön ki. De hát egy nagy ilyen szép szólóra azért kevesen számított a pont tőle, mondjuk. Figyelj, egy sört kap ezért, jó? Oké, tehát ezt... Ne ígyünk előre, ne bőrére. Igen, nagyon igazad van. A Barcelona is a kedvenc csapatom, és megrúgta a gólt a Neymar. Infarktust kaptam azonnal. Azt mondtam, hogy ez vereségbe fog torkolni, és oda is jutott. Nem, itt most nem. Ez nem úgy működik majd. Jó, különben összeveszünk, ezt megígérem.
Tehát néha úgy érzem, ebben a meccsben nekünk rendet kell, egy kicsit visszaállt, vissza van állva egy kicsit a Dunaújváros, ami nekünk jó, tehát ő kivárásra játszik. Tehát nekünk csak néha egy-egy ilyen gólt kell találni, és ha még így játszik a futréjék, ne felejtsd el, a cserék fogják eldönteni, tudod miről beszélek. Így van, a fáradásról, múltkor is beszéltünk a fáradtságról, hogy fárad a csapat. Egyébként a kivárásra játszás azért is lehet esetleg célja a dunaújvárosi csapatnak. Két újoncról van szó, mint már említettem, és a újvárosi a két ponttal megelőzik jelen pillanatban a Vasast, vagyis előkelő pozícióban található. 11. fordulóban jár most a bajnokság, Sanc. Látod, itt azért érdekes, hogy előttünk áll, mert a pont az a dunaújváros, most tudjuk visszahozni azt a pontot, tehát ha megnyerjük, akkor visszahozzuk azt a pontot. Hát ugye a dunaújváros és Sanc itt van, aki egy nagyon jó, és a Nagy is egy nagyon jó játékos, aki most készül be, tehát őnáluk is van egy-kettő, aki gondolom egymaga el tudja dönteni a meccset. Erre kell figyelnünk egy kicsit. És a kispadon is olyan edző ül, akit a nagyon jól ismersz, Baranyai Pál. Mi a véleményed róla? Hát mint edzőként vagy játékosként? Mint edzőről, játékos már mint a múlt, mint edzőként milyen jövő előtt áll? Megmondom őszintén, tehát most volt egy időben pont a Pali volt a Gödöllőben, amikor mi fúzióztunk egy kis ideig a Gödöllővel, ott játszottuk a meccset, és akkor azt is megmondom, hogy egyenes ember vagyok. Én észrevételeztem akkor is nem jó irányba, amiket te szerintem, ha abból tanult, akkor ő, a Madarász, a Szente, ők lesznek a jövők. Nekünk meg ezt segíteni kell. Tehát azt mondom, hogy a sok minden múlik a Palin is, a saját emberi hozzáállása fogja megadni, hogy ő mire alkalmas. Ilyen például egy NB1-es padon ül, ezt tisztelni kell és szeretni kell, még hogyha az NB1-es futszáledző még nem is olyan magas. Oldalról jöhet a Vasas, Szegi rúgja be. Különben játékosként meg az egyik legjobban látó. Ha ezt mindezt a tudást átadja, az nagyon sokat fog jelenteni. Tehát hogy most egy lassú kapkusi dobás volt, ledobta annak olyan lassan és körülményesen, amivel csak lehet labdát lehet veszíteni. Nagy lépett közben, jó. Szegély és Ragad is nem szólt egymásnak. Sivák kéri, Sivák játékos egyszer. Tehát itt szomorú, a Szegély jött a játékos felé. Hát hogy nem vette észre, hogy egy aztán piros kér. Jól látom a színeket? Igen, Sivák Péter a játékos edző is ezt kérte a társaktól, hogy beszéljenek egymással. Tehát ott milyen rosszul vette ki? De most egy labdaszerzés dunaújvárosiaktól lőhette volna, aztán passzolni szeretett volna a vendégek játékos, a Nagy Attila. Sarokugást harcolt ki végül. És meg is sérült. Igen, Nagy Gábor futre sétál le. Egy picit elérette a lábát, tehát lehetett több. Megint a kettővel látod, nézd meg. Tudod, túl be vagyunk állva. Kicsit a... Szalai és Molnár járt be a Vasasba. Egy nagyon fontos közbelépés, Ragad István, el kell onnan takarítani a labdát, meg is tette. Tehát ezt csinált előbb Gál is, ide oldalpasszoltak, előtt, hogy elrúgta volna. Megy az idő is, megy ahogy is hívják is. Tehát ez egy... Most Siváknak megkezdve a támadni szembe, és már be van zárva. Sanc fordul vissza, Nagy segít be neki. Messze van Raga, látod, ez a baj, már látszott, hogy messze van. És szerencse, hogy... Ez hát, kicsit több volt a rájátszás. Azt hiszem az Otellót jobban játszaná el, ez biztos, ugye? Vagy valami másik színészi alakítás kell? Igen, minden esetre a nyögés az most bejött a bírónál. Nálam este nem jött be. Igen, az még egy másik pálya. Ez késő esti műsorsáv, maradjunk a futcánál. Nagy elé kerül a labda, eltöri a labdát, egyelőre a dunaújvárosiak nem játszanak pontosan a kapu előtt. Látod, Veres rögtön tudta, hogy a 2-1-be kell lenni, már odaállt. Ez látod, ezek a felismerők a másik kettőnél távolodtak inkább. Most jön vissza, amikor fönn kéne egy vonalat tartani, mert hárman vagyunk itt. Nem Szalai. Kéne passzolni se, látod, már nem tudja levenni, már négyszer, látod? Farkas, most kijoljon ki a dologból, szép a kényszerítő Veressel. Sanc becsúszva szerel, Veres visszaszerzi. Bal. Farkasnak át kell venni a baljára, el is lövi. Kijön a kapusról, Rigó László véd a dunaújvárosiaknál. Vedd vissza, Szalai visszateszi, Molnári. Elkapkodta. Kilődözött Gábor Áron. Molnárnak kíváncsi vagyok, a bemelegítést figyeltem direkt, sokat szitta saját magát, nem nagyon talált el a kaput, tehát most ilyen bemutatkozása se jött be. Ezt is lövővel kell, egyszerű lövőt viszek, és úgy, mint a Nagy a futra előbb megmutatta, hogy lövővel be, már hátat folyt a védő, és viszem be, és adom le. Tehát ezeket a hirtelen dolgokat ilyet a futszál nem csinál. Tehát
Tehát látod, a bollában megy löbre. Tehát a bollában az, aki nem tudja majd előni, ő ment a löbre. Tehát teljesen, már aki elvégezte, annak nem kéne, mert értetted a jogot, a bal csak jobb lábra jön ki a löbje. Tehát nem is értem. Igen, azért mondjuk ezek a hibák láthatóan előjönnek mondjuk ennél a sornál. Igen. Mert azért még most jóval rutintalanabb tapasztalat. Most a szalának kellett volna menni, ide beszegít középre. Hozzá kell adni. Látom? Gál indítja verest. Észrevette, hogy kimozdul a kapus, megpróbálta a fejjel rácsúsztatni. Ez a rizikó sorunk egy kicsit. És már lőhettek volna kettőt. Igen, épp ezért akartam mondani az előbb, hogy ennél a sornál jobban kijönnek a hibák, nem is véletlenül kezdve most épp elemezni. Az első sornál nem azért nem nagyon volt. Igen. Itt nagyon fontos, hogy ne vigye sokáig ezt a sor. Nézd meg, 14 perc van, ugye 5 perc ment már áll, és ugye játszott a 3-3 és felett játszott. Igen, láthatóan már... többet játszott igen. Az első sor. Igen. Most itt a fiataloknak meg kell hajtani, ki kell hajtani, és aztán visszatér majd a rutinosabb sor. Elvették a játékvezetők a labdát, a mérkőzésre egyébként Erdélyi Tamás és Szabó Ferenc Szilárd a játékvezető. Különben egy kicsit félek a játékvezetőktől is, megmondom őszintén. Tehát a Solymos az egyik legjobb játékvezető volt múlt héten. MB2-ben a Farkas Balázs jön, és erre, most nem akarom őket, mert lehet, hogy jól fogják. Hogy is fontos közbelépés közben Boznánszkitól. Ez egy jó ítélet, mert neki futott, de Boza nagyon körülményesen vette át. Tehát ez sokkal lazábban kellett volna. El kell rúgni, ezt nem szabad ilyet, mert leveszed az ellenfélnek, érted? Molnári. Egy löbből és Farkast a Molnári felé. Nem volt a rossz gondolat. De nem voltak egy hullám hosszon az elején is, így aztán hosszú lett, mire rájött Molnári, mit szerette Farkas. Letámadás Szalaitól. Tovább engedik a bírók előtt szabály. Volt. Ott van a bal kezén. Szalai. Boznánszki segít be neki. Kéne jönni a bal. Most jön a látod, milyen szépen? És erre nem veszi át talpal. Ilyenkor talpal átveszem, és van időm. Most már belepörgette, hogy szerencsétlen Szegi belerohanjon egy olyanba. Megmondom, a Farkas van legrégebb óta fönn, mindenki visszajött már, és még Farkas 13-21-32-nél. Érted? Ezt is érezni kell. Különben most egy kicsit jobban Farkas ott van. Na ez a fontos, ha megint végigviszi és passz. Meg is van a passz, Boznánszki eléri oldal hálóba lő. Most lehet, hogy kivezetem, a kapus kicsúszik, és jött a Farkas a túloldal. Tehát most lehet, hogy gondolsz, hogy kivezetem, mert a kapus azonban nem tudott volna módosítani a mozgását. Egyébként említetted, hogy Farkasnak éreznie kéne, mennyiben múlik a játékoson, hogy cserét kér, és mennyire a Sivák Péteren, hogy teljesen lehívja. Is, de a Siváknak egyszerre négy embert kell figyelni, meg mindent, tehát ilyenkor nagy, látod, most is meg kell tudni támadni, és egy, látod, nézd meg, három kör tett a dolgot, és ezt kéne érezése van, ilyenkor kell a cserét megcsinálni már. És még mindig nem kér, folyik, most nézd, mindjárt. Most nézett ki, tehát ez is jel. A patnét teszi le nagynak. Felpörög a labda. Egy kis légi balett után Szegiről megy ki a labda. Egyébként erről még nem nagyon beszéltünk, azért futcában csarnokonként változik a borítás. Itt ez a vasas által használt mennyire? Ez a legjobb. Mennyire előny a legjobb. Vasasnak? Magasan ez a legjobb. Ez a leggyorsabb. Tehát a többi műanyag, meg minden, az teljesen lassít és teljesen, hogy is hívják, megragad a láb, a farkettánál nincs jobb a világon. Tehát azt mondom neked, ez néha gyors az ellenségnek egy kicsit, érted? Én csak ezen, én megmondom, hogy azért is ragaszkodok a vasashoz. A kevesebb az, de gyönyörű Sivák gól. Szép labdát kap, gyönyörű szép gól, ismét megint nagynak a meglátása. Megint gyönyörű labdát adott Siváknak, ő pedig maga biztosan fejezte be, elrúgta a kimozduló Rigó mellett 2-0 a Vasasnak most már. Most kell odafigyelni, nekem mindig ez volt ez a kettő, a harmadik a legnehezebb berúgni. Mert múltkor is kettőig nagyon jól játszottunk a Rubel, utána már visszacsökkentünk, meg a másik ilyen meccseken van. Igen, szoktál mondani, hogy 2-0 az elaltatja a csapatokat. Igen, igen. Apatin cselezget, Boznánszki odalép. Labdaszerzés,
és befújják a szabálytalanságot Boznánszkival szemben. Megint egy hülyeség, ez a negyedik, azt hiszem, ha jól emlékszem. Nem kell, tehát ez a hév, ugye a Gödöllői hév vonal van, meg a Szentendrei hév, de itt nem kell, ez egy sima, de szép volt a védekezés, passz. Oh. Sajnos kicsörög a labda. Egy kicsit ott vagyunk, megmondom őszintén, egy kicsit jobban ott vagyunk, és azt mondom neked, hogy egy kicsit gyorsabbak vagyunk, aminek örülök, hogy van egy-kettő, aki kimondottan gyorsabbnak tűnik, mint a, és ebből lehet előnyt. Legorított labda, a Spitz, és beleérhettek, nem. Szépen rossz megoldás bele, volt. De ez nagyon-nagyon, látod, egy sima fölpassz, innen láttam a fölpassz, már a futre helyett is eléje mentem volna, ilyenkor egy kicsit mellé kell helyezkedni, és nem tette le, és ebből egy nagy helyzet is lett. Nagy, löbböli föl Siváknak. Nem kellett volna kapusta, ki kellett volna engedni. Emiatt, látod, de most megelőzi, megint. De. Szegi harmadik vagy negyedik ilyen labdarontás. Látszott, hogy ki kellett hagyni másfélet, mert a Kaj neki a... Be van gyulladva neki a, ott a, elő a, ott a csüt környékén, és ezért látszik, hogy egy kicsit érzékeny a... Kicsit bizonytalanabb. Látod? Megint a közepe. Lekészített labda, Nagynak nem volt jó, Sanc. Jó a blokk Szegitől, kipattanott pedig Csúnyán fölé lövi. Vendége 18-os a Aradi Csaba. Úristen, micsoda megoldás! Gál kidobotta a labdát, Rigó kirontott a kapujából, és rosszul ért bele a lábáról, pedig jó, a saját hát kapujába pörgött. Ezért, jó? Tehát ez bárhogy tűnik, jónak tűnik, de ez nem volt egy öröm. A harmadik gól öröm, de mégis hárman ott álltak, és belementünk egy olyanba, hogy négyen jöttek volna hármunkra, érted? Tehát ez nagyon kemény. Minden esetre időt, a 2-0-án túlendült a csapat. Az ellenfél, tehát meg is teszi. 3-0 tehát az állás a Vasasnak, két gyönyörű gól után egy potya ízű. Egy parádé. 3-0, és Rigó most nagyon maga alatt van láthatóan. Nem baj, de ezt egy picit, most azt mondom neked, előbb mondtam, hogy a harmadik, most a negyedik a legfontosabb, hogy ellépjünk, és a faltokat ne vigyük tovább. Igen, ezt akartam mondani, sajnos innen nem látjuk, ahol mi ülünk, hogy pontosan hogy áll a falt, és nem tudtuk jegyezni se közben. Falt. Most kapunk hamarosan egy kis... Három? Súgót. Négy, ugye? Jól tudom, igen, négy. Így van, akkor most már veszélyesebb a szituáció. 11:37 van hátra az első félidőből. 3-0 a Vasas javára, és ugyebár, hogyha kigyűlik az öt, utána büntetőket rugdoshat, majd 10 métereseket a Dunai Város, amennyiben kigyűlik. De mindesetre most magabiztos 3-0-ás előnye van a hazai csapatnak. Itt most kicsit használjuk ki az időt, és hát úgymond legyek ünneprontó. Az előző fordulóban a bajnok volt itt, és elég nagy verést mért a csapatra. Mennyire volt az lehangoló, illetve mennyire volt az inkább tapasztalatszerző mérkőzés? Jó, amit mondasz, mert nem is engedtük, hogy ide gyertek, jó? Mert tudtuk ezt előre, mondanám gonoszan. Nem, azt mondom, hogy nagyon sokan, tehát a négy legjobb játékosunk nem játszott. Sajnos ez a 3-4 játékos, hát itt a Boza, Szegi, Futre, még valaki nem játszott itt a kezdőből, ez döntő. Higgyük, hogy a futszában 3-4 ember döntő fontosságú. Tehát itt is azt mondom neked, hogy nem játszik a Fekete, meg a Szente Tomi, azt nagyon megérzi a Dunaújváros, bárhogy, hogy is játszik. Nekünk megint belerúg, nem kellett volna a Sivinek belerúgnia, nem örültem, remélem a kamera nem látta. Pedig... Mindenesetre a játékvezető nem látta szerencsére, hogy oldalról jött a Vasas. Kicsit lassú labda. Kekata indulna, azt várta, hogy Veres elindul, most visszalépek, ez az, látod, milyen szép, megint vissza, és le van nyugtatva, itt a bal, ez már késő egy kicsit. Egy kicsit kitámad a Dunai Város, szép, de haszontalan megoldás Szegitől, egy lövés, nagy lőtt el a jobb kapufa mellett. Itt az égesen Rodi is az én játékosom volt, a Sranc is volt egy kicsit az én játékosom, a Pali az évekig a játékosom volt, sőt én fedeztem, én hoztam ide, Veres is, ugye az, ajaj, itt a gól. Visszapasszolják, egy szép kivetődés, Gáltal elakad benne a labda. Futre második hiba, két gól van benne, most kettő. És most már hallhatjuk Goranyi Pál hangját is. Így gondolom, hogy a duplán jön a kapus ki, megint ugyanez. Megint itt fontos a Ragának, hogy nézze itt a kontaktus, látod? Mert megy be ott egyenesen, nem, ez már nem jó. Sauter minden esetre egy hatalmas lehetőséget hagyott ki, hogy kicsit feljebb zárkózzon a vendég együttes. Ti honnan tudjátok ilyenkor a számszer? Azonnal kapcsoltok, ez hogy van? Tudunk olvasni, és igen? Itt ez a papír, ez nagyon jó, nagyon jó súgó. Késő. Mégis esetleg megérkezett, és... Kiengedtem volna bal lábra, mert ott lett volna a szansz, ha tovább engedi bal lábra, és akkor nagyobb a szöge a lábának, mint egy jobb külsővel.
Megint a Futre rosszul védekezett egy kicsit, az meg gyönyörű védekezés volt Ragától. És Sauterről ment ki a labda, ugye a Vasas oldalról, és frissít a már megy el a Raga, vissza csapat. Se néz, látod? Vissza se néz, most néz vissza késő. És ismét egy fiatal, hogy Ruzicska kapja a labdát. Vissza kell lépni, ezt látod, ma nem szabad. Ebből csak lejönnek. És eszébe se jutott 20 méteren keresztül. Jön a Szegi, elfut, nem adja, vissza Szegi. Még jó, hogy az ott van a játékvezető, segít minket. Szegi. Visszateszi Ruzicskának, át is tudja, át tudná venni sajnos, de nem sikerült neki. Botrány. Tehát ezt mondom, hogy olyan világ, tehát ezt ugyanúgy el lehetett volna löbbölni szép nyugodtan. Megint, látod, most megint gyengítünk ezen. Most három olyan ember van, aki kevésbé. Mondjuk a Molnárnak különben egyik legjobb meccse volt különben a 9-2 ellenére, jó volt, jól. És mégis azt mondom, neked láttam gyengébb. Hát itt félek az ilyen egyensúlytól, félek az ilyen egyensúlyra. Tudod, már jönnek is le 4-2, nézd ide, 4-2. Egyébként mennyire megbeszélt, amikor mondjuk egy ilyen sor van fönt, hogy ne erőltessék annyira a támadást, és mondjuk húzzák az időt, hogy tudjanak pihenni a jobbak lent. Na itt találtod, ezért kéne mindig ilyenkor egy parancsnoknak kell lenni a pályán. A Szala a leghalkabb ember, akiben ilyenbe szólna, pedig na most visszarakták az egyensúlyt, látod? Mégis meglátta. Igen, most a Mezőfalvi érkezett Ragadics helyére. Akkor végén a végén értek hozzá, tehát ennek örülök, hogy a Sivi is. Látod, már Szalának vissza kellett volna jönni, már vissza is lépett, látod? Igen, és nem mert, olyan, hogy kivezeti ezt a Molnári. Molnár is ezt előrelőbből, nem vette észre, hogy Szalai visszalép. Ilyenkor vezeti ki egy jó futszájátékos a labdát, és akkor megvan az idő neki. Ez megint egy, tehát a Szala ezt megszerezheti, és mi is jövünk. Ezért kell egy fontos ember hátul, nekünk a Szala, meg a Futre, egy majdnem azt mondom, a oszlopunk, és hogy látszani a játékban is, hogy olyan, tehát majdnem azt mondom, hogy odaérnek időben, kiférnek erre a dologra. Most Mezőfalvi visszateszi Molnárinak. Egy kicsit. Marad a labda a Vasasnál. Látod, már cseréltek, már mondta a Lóri, hogy a Szalának ide, hogy a jobb lábbal föl tudja passzolni. És most kéne jönni a centernek, oda kéne belépni, és nézd, milyen lassan lép, pedig ő is elmegy oda, ahol nem kaphatja a labdát. Semmi értelme. Tehát lassan végezte el oldalt oldalberugást. A középső elment a legfontosabb posztra. Látod? És nem tudta elvégezni így Molnári. Pont, úgymond a egyensúlyba. Benne a labda. Innen láttam. Kamera is, ugye? Ha én is, akkor a kamera is, ugye? Megint benne a labda. Molnári ezúttal is elcsípi, most benn is tartja, Mezőfalvi. Vedd vissza. Ruzicska a sarokba. Vedd vissza. Ajaj. Ez most legalább Ruzi most szemből megtámadta jól. Ez most jó. Ez hát ott jó védekezés. Vissza lett szorítva a labda a Dunaújvárosi térfélre. Rossznak tűnt a váltás, de mégis maradt hát a fehéreknél. Ezt most Lórinak le kellett volna lesni, mert én megmondom egy hete, én még egy kávét is megiszom, ezt úgy vittem volna ezt a labdát el. És meghívtam volna az összes nézőt. Ha már nem szeretném, mindenki ilyenkor lehalkítja, amikor én vagyok a szakkommentátor. Na, vicceltem. SMS falunk, vagy SMS üzenetek még nem érkeztek ezzel a témával kapcsolatban. És szívesen mennék az NBA-be is, na mindegy. Hát ott rögtön rendcsinálás, nagyon fontos, mert itt csak jobb lábas végezheti el. Ez nagyon fontos. Nézd meg, a Lóri kíváncsi, hogy belép a közepébe, teljesen megvan. Igen, azért kell közép, hogy kinyissa a közepét. De Lóri megint a szélére megy. Szalai kapja meg, Molnár is segít neki. Visszakerül Sivákhoz. Pöckölés után oldalt megy ki a labda. Kilenc perc van hátra az első fél időből, Mezőfalvi a túloldalon. A Siváknak kellett volna menni, látod? Ezből baj lehet. Nem, megoldotta. Molnári teszi vissza Siváknak. Majd megadják. Előnyt fújnak a bírók, pontosabban nem fújnak semmit, csak mutatják, hogy előny. Molnári. Visszalép. De hát milyen szépen a Szalai gyönyörűen. Ez komolyan, mint hogyha írták volna. Erről van szó. Ez most el van dugva a labda. Hamarabb kellett volna a löböt, ahogy lendületből jön, vagy befelé viszem, mert jobb lábbal vezeti ki, ezért a bal teljesen oda, tehát betolom, ez csak elütött volna. És a Balázs az remélem elütött volna. Ha ő a 6-20-as gyors, akkor biztos. Cipőkötés és csere. Vendégeknél Apatini, hazaiaknál Szegi állt be a pályára. Ne fejtsük, Apatini is azért válogatott, U21-es, meg még aztán már a felnőtthöz is odafér. Igen, előző szezonban a BML csapatában láthattuk őt a Vasas ellen játszani. Hülyesége. Ezek azok olyan, megint a közepét szabadon hagytuk. Tehát ezek azok a nagyon, amit én nem értek, hogy egy nagyon komoly csapat ilyet nem csinál.
ilyen labdavesztést. Most az egyensúlyunk elvileg nagyon magasan van. Tehát remélem ez nem lesz negatív, majdnem az lett pedig. Mezőfalvi maradt le a Radiról, de... Igen, már Lórinak is most beállt, már megmondom, ilyenkor érezni, hogy lemarad. Tehát ezek fontos dolgok, amikor érezze, mert azért a Lóri is egy fiatal ember, a 40 felé közeledve. Labdavesztés Siváktól. Nagy. A Patinivel játszik össze. Mezőfalvi érkezik. Aradi üresen. Pedig most azt kéne engedni, hogy ezt a játékot engedni, hogy nem baj a főpasszol, a közepét figyelni. Megvan a labda. Visszaszerzi a Dunai Város. Tehát ott befelé viszem. Nem lehet, hogy félt egy kicsit még a lábát? De igen, igazad van. Visszavonok minden. Tényleg igazad van. Igen, ezek, pont ezek ilyen emiatt van, hogy nem mer kitámasztani, nem mer, hogy egyetértek. Visszavontam mindent akkor, jó? Egyetértek. Megint a boza van benne a hátsó emberbe, most kijött, megint ő van a hátsó emberbe. Ezek nagyon nagy hibák. Tehát én erre mindig ez a pici egyensúly nagyon fontos. A Patiné kivezette a labdát. Mégis szerencsé, hogy ő az ellenfélnél van. Megint fontos, látod, a centerünk már itt kéne középen lenni, és jön a szélére, látod? Már nem is lehetett jó. Tehát nem is értem. Majd leülök a Sivákkal, jó? Már kéne visszajönni, látod? Ott a közepe mutatja. Ezt Boznánszki nem sikerült elérnie. Ezt alányulok, hogy ne gyorsuljon a labda. Mert nem is volt fontos, hogy adjuk a labdát. Látod, most egy kicsit hamar, most vagyunk mi abban a pontban, hogy hamarabb veszítjük el a labdákat, amit nem kellene. Igen, most kapkodni egyáltalán nem kell, hiszen 3-0-ra megy a Vasas. Sivák légstopp, és hátra tesz ide, kimegy a labda, így aztán sarokból jön majd az Újváros, miközben Sivák szabálytalanságot reklamál a bíróknál. Akkor ez megint egy hülyeség volt. Nem szabad ezeket a könnyű labdákat, mert hidd el, hogy egyikből megtalálják azt. A Bozának balra kéne nézni, a bal veszélyes, ott középen az veszélyes. Éles szögből leadott lövés, ezt könnyedén kellett hárítani, és meg is tette Gál. Na most először védekezünk, mert vére kijön, de Bozának nem kell tovább menni, mert megint a közepe számít. Hát ott könnyen, most a vonalnál, na vissza is lép egy kicsit. Na, most számít, ennyi. Hát ott is meg is elő, viszi is el. Elkett volna esni el. Jó gondolta, jobb külsővel ellöböli. Kiállítja, fölállítja. Fú, de könnyűek ezek. Ez mekkora gólszerzési lehetőség volt. Ez nagyon jó váltás volt, Szala nagyon látta ezt a dolgot. Megint elsietjük, nem sikerült sajnos el. Megbüntetni a Dunai Város labda eladását. Ez látható volt, hogy jön a sarokba a labda, majdnem sikerült Szeginek elcsípnie. Hú, Futre most nagy pihenő után jött vissza, azt hittem, hogy a lábával van valami. Lehet, hogy levágtuk azt a részét, ami fájt neki. Én azt mondom neked, ez nem lehet veszélyes. Megint ezt kellett volna Szeginek visszalépni, ezt akartam most mondani. Egy centivel visszalép, nem hiszem, hogy kim volt teljes labda terjedelmével. Mindestre oldalra jöhet a Vasas. Talán nagy... Futre hoz egy kis nyugalmat, érted? Már ilyenkor kéne jönni a centernek. Aki esetleg nem látta, Futre eddig nagy Gábor, a Futre egyébként, az a beceneve. Nagyon szép gólt és gólpassz jegyzett ezen a mérkőzésen. Ez egy borzasztó nekem most nézni. Megint a közepső. Az érdekes, hogy a Dunavers minden csap labdát ide kijátszik a szélére, és ugye volt egy-két jó löb befelé, most is jön vissza, de ez nagyon nehéz itt megcsinálni egy kényszerítőbe. Az a befelé volt, megint a belsőjét nem fogtuk, Szegi is visszalépett. Hát ott most Sivák lép ki a teste ellen, így is pedig van. Megszerzi Sivákhoz, szerencsésen kerül a labda, egy okos megoldás. Balkapfó előtt elment a labda. Falt volt, most helyre rakja. Pedig falt volt, igaza van. Már megint ezt nem szeretem, hogy egyszerre ketten jönnek le. Sajnos igaza volt a Palinak. Akkor a falt volt, mint egy ház. Nem kellett volna visszaadni. Már kéne jönnie a Farkasnak. Itt van bal oldalt, ahol nem itt kéne lenni. Jobb oldalt van a jobb lábas. Látod, milyen rendet csinálok? Szegély löbből járt a bal oldalra. Nem lehet jó.
Három ballábas van benne, rögtön érzékelem. Ma szegénynek visszább kéne lepni, nem oda előre, nem számít a kapus. Most kéne oda menni, látod, sétált Molnári. Szerencsére Dunajvárosi a kapusa elég rossz napot fogott ki eddig. Bocsánat. És egy szabálytalanság fartastól. Látod, van. Ötödik falt, nézzetek oda föl. 5 perc 20 van hátra. És megint egy és egyszerű labdáért. És nem veszik észre, hogy ezt nem szabad. És még mindig azt mondom meg, hogy nem erősítettünk eléggé. Még mindig. Innentől kezdve büntetni fog majd érte a Dunajváros. Hát tudod, mindig azt mondom, hogy nagyon fontos figyelni ezt. Van két játékosunk, az Ádi is, meg a Farkas, aki nem érzékeli a faltot, nem érzékeli. Tehát mindig úgy mennek oda olyan hével, talán még a Boza is néha. Tehát nagyon fontos ezt látni. Látod, milyen jó játékosok itt illet, hogy tényleg hátrább volt, nem tudom mennyivel, és végre ezt már rég láttam, hogy így. Mondjuk a hétmérfedős csizmával nagyokat lépett ahhoz képest az öthöz, de mindegy. Sranc jó messziről fog neki futni. Kíváncsi vagyok, mennyire megtévesztés ez. Megint a Molnári kéne a jobb lábára figyelni, mert ott mehet el a labda. Nem volt megtévesztés, előtte Farkasba akadt a labda, és aztán egy jó blokk Farkastól. Tehát most azt mondom neked, azon múlik, hogy csak egy faltot csináljunk addig, hogy ne szálljunk el. Tehát nagyon számítok arra, hogy nem faltoljuk el. Egy löb nagy Rolandtól, Sauter. És Molnári szereli a sarokban. Szép védekezés volt. Pedig ott infarktus kaptam, mert ugye Farkas, megint ő a középső hátsó. Látod? Ajaj. Most összességében azért szerintem a védekezés az egészen jól működik. Talán a támadásban van igen. Több hiba. Igen, most átvételekben egyet tudok. Kezdve szakember előtt. Nem tudunk cserélni, te leszel, vagy én leszek a riportát, és te vagy a szakkommentátor? Nem, még korai lenne. Ilyenkor... Egyébként a legutóbbi mérkőzésen, amikor itt voltunk a Csömör elleni találkozón, nyert 4-3-ra a Vas, és akkor említetted, hogy a szövetségi kapitány is megtekintette a mérkőzést, elsősorban Szegi Szabolcs miatt. Mennyire érezted elérkezettnek azt, hogy Szegi válogatottban is szerepeljen? Hát figyelj, Szegi már, ő azt mondom, hogy a Szító szereti a Szegit, tehát azt mondom neked, hogy nagyobb a kapcsolat közöttük, mint akár velem, vagy akármi. Tehát megmondom őszintén, hogy kimondottan a játékába szerelmes, tehát én nem is tudom elrontani, meg a Szegi se tudja elrontani. Én szerintem nem segítette, hanem megerősítette. Mondjuk volt a Szabinak két rossz hibája is. Azt mondja, hát mekkora behátráltunk. Igen, most Veres veszti el a labdát, nagy. Most Farkas jól védekezett. Nem Farkas. Nem kell bántani ott. Farkas ismét elállja a passzsávot. És most Veresről kerül ki a labda. Igazából gyenge az Dunajvárosnak a végrehajtásai. Tehát egyszerűen majdnem azt mondom, hogy a kapura akkor veszélyesek, ha mi adunk egy labdát, érted, vagy mi passzolunk oda. És még Gál is áll a helyén, tehát hatalmas szerencsénk van, hogy eléggé gólszegények. Látod, megint behátráltunk. Senki se figyel! Gál ezúttal is lábbal véd. Botrány volt ez a védekezés. Tehát most nézzek, most követi a Farkas a 18-as játékost. Tehát most meg bemegy. Mindjárt infarktus kapok. Megy a löb, innen látom, fogja Farkas. Megint nincsen ember. Farkas ropattan ki. Oldalra jött Dunajváros. Nagy Roland. Megmondom, Szabó. Látni a gólt kapunk. Látni, hogy gólt kapunk. Látod, legalább időt kér, ezt is láttam. És megint az egyensúlyon. Nem szabad, hogy 4 perc a vége előtt ilyen egyensúlyt. Lehet, hogy pacsizunk, de ez nem pacsizásról. Hát itt gólokat kaphatunk. Itt kétszer volt teljesen üresen ellenfél a hatosnál. Itt megint a parancsnok a lényeg. Tehát amikor én benn vagyok a pályán, vagy benn voltam a pályán, lerendeztem az embereket, hogy ki hova. Ez nagyon fontos látni. És itt azt látom, hogy olyan defenzíven még visszább állunk. Hát majdnem a hatoson belül volt az összes játékosunk. Ahelyett, hogy a lövőre, tehát megfigyelnénk, hogy kire jön ki. Ezért kell olvasni a játékot. Tehát most mondom, hogy akkora szerencsével vagyunk ebbe a 3-0-ba, és veszélyes a 3-0, még mindig a 3-1-nél érte, tehát meg mi kezdünk el görcsölni, tehát nem szabad ilyen hibákat. És most már az 5 szabálytalanság kigyűlt, és igen. Még 4 perc 17 másodperc van hátra. Ugye mi kértünk időt, tehát mi jövünk, ugye jól emlékszem? Így van, így van.
És egyébként Csivák Péter játékos edző elég hangosan is irányítja a csapatot. Akkor hogy mégis előfordulhatnak ilyen figyelmetlenségek? Van, akire esetleg zavaróan hat, hogyha túlságosan harsány az edző? Én úgy érzem, hogy egy picit túl adakozó volt. Most kell stabilizálni a meccset, és a Sivi még néha nem érzi aztat, amikor egy kicsit stabilabban kell játszani. Tehát most látod, visszavitte aztat, hatalmas probléma, én azt mondom neked. Én biztos, hogy nem érzi ezt, mert most nem, a meccset most lehet megnyerni. Nem lehet, hogy esetleg pedagógiai szándék a 3-0-án próbálja, hogy minél több, hogy úgy érezzék ezek a játékosok is, akik esetleg többet vannak a kispadon, hogy most bizalom, megvan a bizalom, és akkor lehet bizonyítani? Tehát ez volt a pedagógia, most megnézzük ezt, visszanézzük. Farkas volt az utolsó, aki elindult pedagógilag erre, ahogy is hívjákra. Tehát ez nem pedagógia, ez nekünk a felső és az alsó háznak a döntő mérkőzése ez. Érted? Tehát itt nincs pedagógia, ezt meg kell nyernünk, és meg kell hozni. Tehát itt most nem lehet adakozni. Ez nagyon fontos, most mutatja, látod? Igen. 10 másodperc múlva meg már mutatja. Most a csere, jönnek vissza majd szegés Ragadics. Leesik nála, de... Most nem ellene beszélek, hanem jó, tehát a Sivi az elején van, ennek tehát van tanulja, és megvan a bizalom ezerrel, nem probléma. Szép, okos volt, ez nagyon egy szép jó volt. Váltás, Gál védett ismét jó. Gyönyörű volt ez, ha ezt visszanézzük, érdemes visszajátszani majd, mert egy nagyon szép variáns volt, érdemes megnézni, ezt észre kell venni, de szép védekezés volt. Farkas és nagy zárt össze Sauter előtt, nem is tudott befordulni. Én mentem volna a kapusra, mert ez a kapus még gólpassz fog rúgni maga, vagy gólt rúg magának. Megint a közepét nem fogja Molnári. Mester 3-asra esélyes lehet Rigó, egy gólja már van a kapusnak. Ezt se rúgtam volna, el átvettem volna. Nem sikerült megtartani, és Molnárinak kapott egy ütést a bordájára. Amúgy is érik már szerintem a cseréje. Neki mutogatott Sivák az előbb, hogy készülhet a váltásra. Lefordul Sauter Veres mellett, és Gál beleért új hegyel, így van. És nem örülök be, Raga, Boza bemegy, mind a kettő egy kicsit gyengébben védekezik, látod? És neked van igazad, mert padagújilag összerakja, de nem. Most magát kellett volna visszarakni, hogy legyünk stabilak itt. A vége utolsó 3 perce, nem futatunk meg, hogy most 3-1-et kapjunk, itt jön ez a hosszú, most Raga jól figyelte ezt. Sansz teszi tovább. Ugyanez. Nem volt megértése. Vendégeknél? Nem, szép volt különben, csak a Ipacs, azt hiszem úgy hívják a Ivacs, meg Gábor, mit választ, nézd meg, ott a két embere, és a Gál beleesett a régi hibájába, hogy kitalálta, hogy átdobja Afrikába a labdát. Ivacs, lemeltek, szólhatok miatt? Lemeltek, szólhatok? Te vagy itt a szakmai igazgató, szerintem a te szavad számít. Hát komolyan mondom, biztos, hogy valami problémái vannak, ilyen távollátó vagy közellátó ez? Ugye közellátó azt jelenti, azt hiszem, 1 méterre van. Lassú a labda. Ragadics. Az szép volt. Föltartotta a játékos. Látod, ezt Franc eljátszotta, nyögött egyet, neki ott bejött, befújták, itt volt. Most nem. El kell engedni. Ez egy rossz feldobott labda. Ragadics, most van helye, hogy lendületből vigye rá. Lassú a labda, lassú a labda. Lassú volt a labda. Tehát ilyenkor kiforgatta a lábát, de lassan, sokkal nagyobb erőben, mert akkor több időt van átvenni. Mire odaért a védő, megnyomta őt, és ezért nem tudta. Megint itt a center, hát ugye be kéne lépni a két fehér közé, és erre kimegy a szélre. Ez igen, fáj nekem. A nézők Ragadicsot kevesebbet láthatták játszani, hát alkatilag olyan, mint akit mondjuk az NB2-ben Smiri volt hasonló alkatú játékos. Te mondtad, hogy a Smiri hasznos lehet, hiszen testalkatilag centerként meg tudja tartani. Elkezdte az edzést, megmondom a rossz hírt, jó? Elkezdte az edzést. Jönni fog? Igen. Smiri is? Igen. És nem értünk oda. Tud, Rigó. Boza se vette észre, kitámadott, látod? Nagy lehetőség, nagyban elakadt a labda, és aztán a visszaérő Szegi rúgta ki. Hát oda, Boza nagyon fontos volt. Akkor, ahelyett, hogy azonnal visszazár, mert vissza kellett segíteni. Megtámadta a labdás, már hátrányba kerültünk, és hát megint Futre zsenialitásának volt köszönhető, mert ez zseniálisan kivédekezte. Ez egy nagy lehetőség volt, megint szóval a Bozászki mellett jött el, ott nem jöhet el a labda. Hát, látod, és lejön a legnagyobb rutin, mondjuk bejön a másik, de már... De és igen? Előbb is sokat pihent Nagy, és most se volt bent túl sokat. Nem lehet, hogy vele is van esetleg valami egészségügyi probléma, vagy fáradta, vagy beteg lehet? Hát szerintem gólt, hogy kapjunk, az a lényege, azt akarja Sivi, mert látod, én nem tettem volna ilyet. Tehát én most megmondom neked, az utolsó 2 perc a legveszélyesebb. Az egész, hogy ez szép volt, a Raga majdnem labdát szerzett. Kicsit határozottabb lett volna, meg lett volna. Szegiről kipördül a labda. És már Smirit említetted, hogy visszatér, régen láthattuk Molnár Pétert, ő vele... Régen egy amerikai elnök, nem?
Még Peti is beteg sajnos, még mindig a térdével nem tudjuk, hogy mi baj van. Ez szép volt, a hosszú lövi baj van. Hát a hosszút kell tudna lőni, mert ott is volt a nagy. Na most egy kicsit... Ezúttal kézzel ér legál, kipattalóra azonban nem figyel a vasas, Aradi Csaba szépít, 3-1. És igazam lett. Ez érett, tehát meg kell mondanom, hogy annyira leengedtük a dolgokat, amikor most meg kellene stabilizálni, akkor nem bestabilizáljuk, hanem rakjuk le a dolgokat. Igen, és ez veszélyes lehet tényleg, hogyha kicsit kienged a csapat, akkor nem biztos, hogy meccs közben már úgy tud fölpörögni, mint mondjuk egy meccs előtti szituációban. Rettenetes sok labdát veszítettünk a 8 perccel a végétől. Nem is lehet jó, nincs is értelme ennek se. És most vigyázni kell a szabálytalans, így van, ezt akartam én is pont mondani. A Gál, ez életveszély volt, ezt komolyan mondom. És kapott gól után, hogyha kicsit megzavarodik a csapat, elképzelhető, kicsit jobban fog faltolni, és viszont már kigyűlt az öt. Úgyhogy 10 métereseket rúghat abban az esetben a vendég együttes. De ki se kellett volna jönnie. Hát majdnem abban a hibában esett bele, mint a Dunavárosi. Megint a közepét, megint... Megint nem ér oda senki! Gál ezen is rajta volt, ebben is beleért. És nézd meg, Raga itt áll a szélén, és nem is volt a játékban. Megint azt mondom, hogy azon a futre elem hiányzik neked. Nagyon fontos ezt észrevenni. Nem volt jó most Aradinak a labda Sranctól. Mezőfalvi mozdulatlan érzem kicsit, hogy mint a fáradt lenne, vagy... Neki is a háta fájt, és onnan jött vissza. Tehát ezért mondom, hogy egy kicsit a fontosabb lenne a futre játéka. Most lehet, hogy fáj, és ugye nem szép volt az előzés, Sivi. Nem sikerült Ragadisnak indítani, Sranc jön. Zárnak előtte, Szegibe elakad a labda, Mezőfalvi megszelidíti. Szegibe is indul, kapja a löböt Siváktól, de jön ki a kapus. Ezúttal fejjel. Csak ne faltoljuk, nem a saját kapujára veszélyes. Az igen, a lesé. Ne rúgd el! Ragad is piccel, és Rigó lábbal véd. Nagyon nehéz ez góláj. Tehát ezek azok a pillanatok, amikor mindig kell tudni, hogy lövő vagy valami jön. Érted? Nagyon fontos ezt látni. 51 másodperc van hátra az első félidőből, 3-1 a Vasasnak. És utóbbi percekben a Dunai Város támad. Inkább mi veszítünk el labdákat, és nem tudjuk megtartani egy pillanatra se. Tehát nézd meg, hogy jönnek le, a két öreg jött vissza. Viszont azt is meg kell említeni esetleg, aki nem nézte mondjuk a mérkőzés elejét, hogy az a sor, amelyik 3-0-át szerzett, hozott össze, az azóta nem volt a pályán. Jól látod. Megmondom őszintén, a fél időben sem megyek be, hogy ezt elmondjam, mert magától kell megtanulni ezt. Magától kell. Mondjuk fontos, mondom, hogy ezt megnyerjük, a hosszú. Labda elcsipi Ragadics. Hát megint ez baj. Egy lassú löbbölés. Mezőfalvi. Azért Roli nagyot eljátszott azért. Nem fújták be a bírók a faltot. 22 másodperc van hátra nagy. Sranc jön az jobb szélen. Nagy Roland futott be üresbe. Aztán végül Szegi belapadt a labda. És még egy lövés még lehet itt az akcióból. Nézd meg, lövi. Lövi, oldalról jött a Vasas. 10 másodperc van az első félidőből. És érdekes, a túloldali játékvezető ítélte azt, hogy a Dunai Városi labda. Visszament a Ragára, nem volt semmi probléma, visszament. Mert megint egy olyan baj, hogy visszavettük volna a Sivák 10 másodperc a vége előtt. Szegi kicsit messzire védekezett az emberétől. Kaptam, és még összehozzuk a gólt. 5 másodperc egy lövés, Szegi blokkol, ez pedig már lepördült. Ezt nem hiszem el. Huber Balázs lábáról, 2 másodperc van hátra, itt már azért sok minden nem történhet. Úgyhogy el lehet könyvelni, hogy az első fél időt a Vasas 3-1-re megnyeri. De jó lenne, hogyha az első percekben látott játék jönne vissza, majd a második fél időben az angyalföldiekre. Innen folytatjuk. Műholddal a legtöbb HD sportcsatornát a Diginél érheti el. Műholdas Digi csomag Digi sporttal 61 digitális és 8 HD csatornával 3 hónapig 0 forint havidítól 2 év hűségidővel. Részletekért hívja 1272-t vagy kattintson. Digi. Egyszerű a választás. És mindezt itt láthatták a Digi sporton. Az Árpád Zálogház várja kedves ügyfeleit a 13. kerület Árbóc utca 2-es szám alatt,
közvetlenül az Árpád híd lábánál, a Volán busz pályaudvar mellett. Most nyitási akcióval kedveskedünk ügyfeleinknek. Kölcsönünket a 14 karátos tört aranyra akár 5500 forint per grammáron, a 18 karátos tört aranyra pedig 7000 forint per grammáron folyósítjuk. Térjen be hozzánk, mert a legjobb ajánlatot az Árpád zálogháztól kapja. Mi folyósítjuk a legtöbbet. Bízza a látását szakértőkre! Szeretettel várjuk a 13. kerületi Anna optikába, a Pannonia utca 48 és a Pozsonyi út 1 szám alatt. Jól képzett munkatársaink, kedves, barátságos kiszolgálással, európai színvonalú környezetben a környék legjobb áraival várják Önöket. Korszerű gépsorral felszerelt műhelyünkben express gyorsasággal készítjük el a tökéletes szemüveget Önnek. Ingyenes szakorvosi látásvizsgálat, minőségi keret és lencse kínálat az év kereskedője kitüntetett Anna optikában. Szemüvegre, kontaktlencsére van szüksége? Az Anna optikát keresse. Várjuk Önöket a Pannónia utca 48-ban és a Pozsonyi út 1 szám alatt a Jászai Mari térnél. Telefon 329 40 58. Látogasson el weboldalunkra, ahol megtekintheti aktuális akciónkat is. www.annaoptika.hu. Ha minőségi, igényes élőzenét kerestek esküvőtökhöz, akkor látogassatok el honlapunkra www.esküvőzene.hu. Gitár és énekduónk esküvői állófogadásokhoz és esküvői vacsorákhoz biztosít a magas színvonalú háttérzenét. Ha unjátok már a lakodalmas esküvőket, akkor itt a helyetek, www.esküvőzene.hu. Mindenki megjött a nyaralásból? Akkor elő a fotókkal, a filmekkel, és fel velük az internetre! A UPC Netnek meg sem kottyan, ha egyszerre több kütyűvel csatlakoztok rá. Most ráadásul minden új UPC internet előfizetés mellé díjmentesen adjuk a Wi-Fit. A megbízható és stabil nettel mindent kihasználhatsz, amit otthoni netezőként ki lehet használni. A UPC internet csomagjai már havi 1999 forinttól elérhetők trió csomagokban. Hívja a 1221-et, vagy irány a upc.hu. Akciós csütörtök az Angyalföldi Szociális Egyesület családbarát üzleteiben minden héten extra kedvezményekkel. Itt bőséges árukészletet és mindig kedvező árakat talál. Az akciós csütörtök termékeit keresse üzleteinkben, mert nekünk a vevő igénye számít. Mi is itt vásárolunk! Folytatódik a Vasas Dunai Város NB1-es futsal találkozó. Csak az óra nem indult el. Úgyhogy most ezt újra kell kezdeni. És egy kis technikai malőrrel kezdődik a második félidő. Nem indult el az óra, amikor a labda, így aztán két másodperc után játékvezetői labdával indul el tulajdonképpen a második játékrész. És nagy marad egy jó nagyon sranc szép labda, átadástól. Egy kicsit lassabb ez a labda, ez egy 2-1-es levezetés lett volna, életveszély. Hát most is ki kéne vezetni, na mindegy, megoldotta azért. Nagy Szegi, Boznászki és Sivák most a kezdő négyes a második félidő elején. Szeginél elég sokat adog a labda ezen a meccsen. De megállapítottad már, hogy miért? Valószínűleg azért. Én nem akarok szakkommentátorkodni, ez a te feladatköröd. Ajaj. Ez szerencsém múlt, hogy oda került, ez az egy gyönyörű szép löbbölés, Boznászki elé, Zicser! Nagyon szép megoldás! Elpörgette a jobb alsó sarokba Rigó mellett, nagyon szép gól volt. Jól kezdődik ez a félidő is. Hát ez nagyon kellett, és kivárt a Boza. Azt tudom, hogy a nagyon szép megoldás hatalmas segítség ez a kapus nekünk. Tehát jelen pillanatban azt mondom, hogy ezt is egy kicsit kapus hibának is éreztem, mondjuk egy az egyben azt mondom, hogy a 70%-át kivédik a kapusok. És nagyon jó szögbe álltok, láthatjuk, hogy milyen szép megoldás választott Boznászki. Ez direkt a kamerát azért álltottuk ide, hogy lássuk ezt a gólt. Ez nagyon, úgy de kellett.
Hát ilyenkor azt mondom, hogy 3-0-ról, vagy 4-0-ról 4-1, az jobban fáj. Tehát ez sokkal jobb volt a 3-1-ről, hogy így tudtuk kezdeni. És ezt megint Gál kitalálta. Ez persze most költői kérdés lesz, minden eset Aradi elhúzza a labdát maga előtt is. Költői kérdés lesz, hogy nem lehet, hogy az első félidőben azért variált annyi sivák, hogy most a másik félidőre megtalálja a tökéletes csapatot? Mert végülis az első fél időben csak a Ragadics-Boznánszki cserét tudjuk most így megállapítani. És ismét Boznánszki vissza is teszi, hát, de nem a szegények akarta előtte, így van. Gólra. Ez nagyon, tehát ez volt a sorsdöntő most a meccsben, ez nagyon fontos volt. Ez Sivák nagyon szépen levédekezte, Szegi nem segített, Boda rossz fele fut, nézd meg, még mindig nem megy oda. Sivák csípi el, nagy, Boznánszki. Tehát ezek a Boza, ugye ne felejtsük el, ez a 14. forduló, ez a 9. futszál meccse. Balla előheti, belelőtte Rigóba. Tehát én egész ott lettem volna a kipattonónál, ilyenkor egész fölmegyek a játékosig, ott vártam volna, mert bárhova pattant volna. Megint Bozának kellett besegíteni, és végignézte, láttad ezt? Láttad? Nagy most Sauternek a rosszabbik oldalán volt, én védekezés szempontból. Nem akarok gonosz lenni. De a játékvezetők nem fújtak így most semmit, és aztán nagy lőtte fölé. Illetve nagyot fújtak, de szerencsére mi fújtunk nagyot, ugye? Egy kicsit büntető gyanúsnak néztem. Baranyai Pál pedig nagyot kiabált, nagyot kapta le a pályáról. Igen, mert ezt kivezeti, és miért ide dobja? Mondd el nekem. Miért nem dugja el a kapusig? Magyarázd el nekem. Magyarázd el nekem. Tehát áll, és az a bocsánatkérés, a kamera menjen már egy pillanatra, mert ezt meg akarom örökíteni. Megint a Szegit néz, meg lopja az egész, hogy is hívják, ott látod, igazam le? Igen, mérjük oda, most se Sivák nyúl közben. Ez borzasztó ezt nekem nézni. Borzasztó. Igen, azért szerintem a tévénézőknek is átjön még egy a kamerán keresztül is, hogy a közvetítésben, hogy melyik játékos ez, aki válogatott van, most nem csak azért a megoldásokban, hanem a testtartás, meg a tekinteten is. Látszik, hogy ki az, aki maga biztosan szerepel, és ki az, aki próbál megfelelni mondjuk a rutinosabb társaknak. Igen, tehát most is egy gyönyörű dolog volt, most befelé vittem volna, hogy a kapus megálljon, és akkor talán jön neki a dolog. Ez már baj lesz, ez már baj. Veres elbújt a védő mögé. Hát mind a kettő elment a semmibe. Falt. Hát nem az első szabálytalanság. Kihagyja a helyzetet. Szegi most nem érzi ezt a mérkőzést, elképzelhető tényleg akkor a lábsérülés még visszaveti. Figyelj, még. Most a kötényt be tudta húzni, ezt meg. Hát ott például Mostos Ronsz nagyon jól csinálja, most teszi a játékvezetőt a maga súlyára, érted? Tehát pont ez a múlt hatalmas segítség ilyenkor. Mert itt látszik, hogy nézed a hosszú játékoson, aki most nem nézi, de pedig látom, mintha arra lesz rápasszolva és megy neki. Látod? Már mutatja, hogy visszafutja. Igen, hogy legyen ott valaki és váltanak. Tehát arra a játékosra. Én látom, mindig ezt néztem, amikor játékos voltam. Én most például nem előre néztem volna, hanem néztem volna, hogy ki kivel kommunikál, igen. Mert akkor összejön az a helyzet. Most például arra jön, látod, már cserélnek is, és a srancra kijön itt a dolog. Én nem is, én egyet állítanék, nem is érdekelne a kettő. Itt a Szabinak igen. Igen, nem tudom, igen. Miközben arra beszéltél, hogy ki lett volna érdemes figyelni, nem tudom, azt figyelted, a játékosaid kire figyeltek. Persze, engem csak azt néztem. A törölgetőre. Igen, igen. Aki törölt a parketten. Látod, megint futve kiment, én meg a közepét fogtam volna. Tehát megint azok a dolgok, és hova fuhat? Most nem mondd meg, hogy hova rohan, hallod? Nézzek, már nem tudja, hogy mi van. Hova rohan? Az szép volt. Veres, aki a legstabilabban jön. Most visszakapja a löböt, be lehet fejezni, nincsen segítség, el kell lőni. Szöglet. És hozzáért a kapus lábba. Szöglet, igen. Látod, mind a kettő, itt a Szegi, már azt mondom neked 17-26, 2,5 perce a meccsben van. Tehát, mivel majdnem másfél hete nem játszott, két hete nem játszott, ilyenkor hamarabb kell cserélni. Bocs, hogy negatívokat nézem, de az egyensúlyunk számít, hogy megszerezzük a meccset. Sivák kapja meg, nagy kapja vissza. Megint a rossz labda átvétel. Kicsit veszélyes volt ez a labda elengedés, szerintem jobban akkor úgy gondolta, hogy kigurul oldalt. Nagyon veszély. Fogodok, hogy megint a távolit látja. Nézd meg, igazam van. Lemaradt Veres. Hát nem lehet, hogy jobb, ha megint eldobja. Pedig őre kell kilépni, mert ő aki ezt akartam. Ez szép. Nagyon volt. Szép szerelés Verestől. Finom mozdulattal tartotta maga előtt, Szegi. Vissza. Közben nyúl a hosszabb lábú Aradi.
Hát ott már a Sivinek ott néz, de egész itt a vonal, a kamera látja, mutatja. Sivinek oda, megy is a Sivi. Hosszúra kapná, Sanz figyel rá, de nem elég jól. Visszateszi! Nagyon szépen dolgozta ki ezt a helyzetet Sivák, azonban Veres, aki középen érkezett, nem tudta kellőképpen kicsavarni a testét, hogy kapura irányítsa. Mindenesetre ez egy nagyon nagy helyzet volt. Hát ez 5-1, már kétszer volt 5-1-ünk, kétszer. És mégis csak 4-1 egyelőre. Igen, mondjuk az is jó. Hát ott megint Veres hibázott, mert de gyűlnek a szabad... Kettőnél tartunk ott, faultok, igen. 16. És megint csak értelmetlen faultokat adunk, mert ott háttal a kapunak utoljára csak ki tudott rúgni gólt. Ebből emlékszel valaki? Nem volt senki? Futszában? Apoló űrhajó szerintem, már senki. Apoló meg nem játszott futszát. Az Alpitini elég sokat hibázott és félre is rakta. Most minden esetre visszaküldték. Legorítása hát van ez, ez bárgyú volt. Nagy teszi vissza Rigónak. Sivi messze van. Most szembe már kéne rámenni. Tényleg azt a játékos nézi. Nézd meg. Nagy. Molnár jön labdáért. Kicsit hosszú volt az átvétel, de meg tudja még menteni. Jönni kéne Szalának. Az igen. Most megy elé Szalai Nagynak, meg is kapja a labdát. Egy ökés volt, be is fújja a bíró. Hát Szalai a világ, komolyan mondom, hogy akkorát javult most megint, tehát olyan stabil lett a játéka. Az utolsó meccseken ő meg a Futre, amikor itt volt, az a csúcsok csúcsa volt. De Sivák szép, Molnár, és nem veszi át talpa alatt elment a labda. De miért nem veszi át talpa? Megint az egyensúly. Tehát volt ez egy egyszerű köbben, ezt a Ipocs is megcsinálta a Dunajvárosba. Ez is egy szép fölpassz volt, ez is. Az első félőben. Tehát ez egy nagy hiba, most jönnek csak vissza. És a kapusnak el kell sietnie, látod ezért? Igen, előre is picceli Rigó, senki földjére, jöhet a vasas oldalról. Majdnem a legrosszabb paszban a kapus van, és kit játszanak meg? A kapust. Addig szerencsénk van, már kéne jönni át a Molnárinak. Hamarabb kellett volna löbböt csinálni. Nagy eltolja Szalai mellett, nem volt szabálytalanság. De a sárgát megérdemelni. Igen, eljátszotta alaposan. Megint a távolit látja. Megint hát a ez nagy bravúr kellett volna, de minden esetre kihozta belőle a maximumot. Nagyon dühös vagyok, tehát egyszerűen fel nem tudom elképzelni, amikor rájön a lájon a... És egy újabb szabálytalanság, egy újabb felesleges szabálytalanság. És már három falt. Hát ezt nem tudom megérteni. Nem tudom megérteni. Megint a főső embert nézi. Ezek nagyon fontos dolgok. Egy NB1-es csapatnál, aki valamit akar, nem lehet ilyeneket. De elnézést, hogy csak az én csapatommal, mert ugye ővelük kell, az ő gyengeséget kell nézem. Mert nekünk ez egy nagyon fontos meccs. Ez majdnem azt mondom, hogy attól függ, hogy ha a hatodik helyen vagyunk, a felsőhágban vagyunk, ha a hetediken, akkor megyünk a világ végére. Tehát olyan jó a versenykírás, hogy négyszer játszunk, képzeld el, oda-vissza. Tehát zseniális, minden csapat, a 7., 8., 9. négyszer játszik egymással. Nem zseniális? Vissza kéne lépni Szalának. Nagyon pontos labda, de csak bele bökni tudott egy picit Szalai, és már Apatini meg is indul mögötte. De visszaáll a védelem, és feláll a Vasas. Tehát én jobban örülök ilyenkor, hogy a labdatartásnak örülnék, ahelyett, hogy ezeket elívelgetjük, meg elhasztogatjuk. Megint a közepét hagyjuk szabadon. És ez egy megint nagyon nagy szerencse. Mi az Ádié volt, igen, akkor a Terpesz volt. Hát én jobban, a Lórinak jobban örülnék elől, még ha egy percre és másfél percre, mert ezek a széles fölpasszok, amik nagyon veszélyesek. Most a balkapufa is a Vasassal volt, és aztán kellett egy nagyon fontos hosszú blokk. Gáról pattan ki a labda, szerencsé nem a kapuba. Jól zárta a szöget. Itt egyet kéne, amit az első védővés volt, a center fölpassz kéne csak védekezni. Semmi más nem kell, ezt a fölpassz. Most jól védekezte le. Szalai vagy hát, Nagy Rolanda. Nagy Gábor veszi át Nagy Attillát. Megint a közepe, igen. Hozza vissza, ennyi. Fölpassz. Egy lövés, nagyon gyenge megoldás. Megint a távol, itt láttam, a végre. A csoda történt.
Jaksival ott hatta volna, talán elsőtem, nem baj, másodikra adta, így is jó volt, de Szalajról kipattam. Mégis ez volt a igazi, tehát most végre megint a közepe. Megint a... Nagyon előtte megpattan rajta, és Gálnak megint kellett vetődni. Megint a Molnár itt fogta a főső embert, olyat, hogy a fölpaszt fogta volna. Szóval csinálok ebből egy ilyen anyagot, jó? És ha nézzék is, hogy értsék, hogy miről beszélek, csinálok egy ilyen szakmai anyagot majd. Érdekes, ugye a 9 meccset nem mutattuk itt a 9-2-n, és abból mind a 9 gólról csináltam egy ilyen hosszú listát. Ma megkérdeztem a csapatot, hogy kiolvastam, mindenki mondta, hogy ők nem. Mondtam, hogy megbüntetem őket, akkor mindenki olvasta. Kicsit öncélú a fiatal játékosnak a dolga. Ne faltolj. Szalajról pattan ki szögletre. Most egy kicsit nézd meg. Tehát most megnézed az egyensúly, sokkal összetettebb, sokkal jobban együtt vagyunk egyensúlyban. Most oda is értünk minden a labdára. Most a szegénynek nem kifelé kéne nézni, ezért. Szépen csípjel Sivák, az a baj, hát, Szegire elvezette a labdát, nem futott el előle. Elég ez gyorsan. Ez pedig Sivi most adjon. Most például Sivi visszaérkezett a meccsbe. Az elsőben nem annyira tetszett. És mint egy szép labdaszerzés, Szegi van elő csak vele. Elővi inkább, és most kér cserét. Farkas érkezik, ő Jézusom. Is keveset volt ma pályán. Figyelj, és látod, megint itt van a raga, tehát pont azt mondom, hogy ketten azért nem a legjobb védekezők, és meg fogjuk lépni ezt, csak Farkasra szabadna cserélni. Most én ilyenkor egy... Parádi a Szalai. És megindul Szegi, elérép a bíró, mert reklamál Nagy Attila, sárgalapot fog kapni. De egy gólt elvett. Igen. És még igaza is volt, de gólt elvett. Sivi! Nagy lehetőség lett volna, Sivi! Hogyha Szalai tudja indítani Szegit. Nagy Attila azonban reklamált, és most egy sárgalapot kapott ezért. Csak ez egy gól. Azt mondom neked, egy nem rossz, mert elég hangosan reklamált. Megint a közepét, már a Szeginek ilyenkor látod, nem ott kéne lenni, mert nem fog odaérni. Már bemennék oda, akkor kihoznám az embert, és itt a Farkasnak megcsinálom a utat. És Farkasnak fönn kéne lenni itt a védő vonalába. És akkor érkezhetne a bal lábával egy lövésre. Látod, megint nincs még Szegi. Majdnem elcsipi, el is csipi, ez Verestől egy szabálytalanság, nem tudott mit csinálni, rossz volt a visszapassz. Piros. Piros lap lesz, az nagy baj. Az nagy baj. Veresnek véget ér a mérkőzés, és így most aztán nagyon szoros lett ez a találkozó. Utolsó emberként szabálytalankodott, egy rossz visszapassz után. Borzasztó ezt nekem és nézni, futszálban, egy lassú passzért. Futszálban ez így nagyon gyorsan olvatott ez a három gól. Nem hiszed el, te most végignézed, ezt vissza lehet játszani. Megint azt mondom, hogy Szegi belép a közepébe, akkor föl lehet passzolni. Ehhez hagytunk egy lassú labdát, a szaladot egy lassú labdát, amire most egy kicsit közelebb lettem volna a Veresnek, tehát már is megvolt az, ami kellett, hogy gólt kapjunk. Nem a szaggatottnál volt, egy kicsivel volt hátrább, de pont az egyensúlyunk. Hát ez megint egy fontos pillanat, 13 perccel a meccsnél. Ez rengeteg idő. Igen. Na itt most aztán megint lehet szakmázni a szituációnál, 4-3-at védekezni, az nem egyszerű. De hát figyelj, kettő áll elől, egy hátul, az mindig a fölpasznak ki kell menni a belsőnek. Sranc, tehát Nagy ennyi. Roland. Itt megmondom, hogy egyetlen egy jóval, nem tudom hány ballábas van, ugye az Ipacs fönn van ottan a ballábába. Most látod, most ez jó, ide kijönni, ennyi, eddig jó. Tehát így kell, kettő-egyet kell védekezni. Ez lehet, oda, most nem kell oda menni, ez Lórinak már rossz volt. Oda nem kell menni, ezért nem kell menni. És ezért. Most? Látod? Luka ezért nem kell átmenni a Lórinak. Oda csak oda az a lényeg, hogy visszaadja ide fölfelé. Én úgy láttam, nem ért hozzá, így is van, nem is ért hozzá a játékos. Igen, most is egy kicsit kiment a Lóri, messze megy. Ötöt kell kérni. Gál segít be a jobb oldalon. El kell tüntetni azt a labdát, hogyha nem sikerül megjátszani. De megint a hosszút vezem ott, hogy a kapusig menjen vissza. Nekem ezek felfogadatlan dolgok. Tehát megy az idő akkor is, értitek? Vagy érted? Tehát, illetve remélem az a minél messze, nézők, minél messze persze, kerül a labda erre kaputól. Erre kipöcköli ide, és pont azt mondom neked, ebben a csapatban a Gála le, nem kell átmenni mezőnek, túl átment, ezért. Látod, nagy azt, zárja azt jól levegyezte Futre. Most egy a kettőt véd, most megint kijött Futre jól. Tehát, itt
Látod, most nem jó, mert a futrinak kellett volna kimenni. Vagy elővi Gávid. Ez bepattanhat, hogy a kapus van, akkor bepattanhat. Igen, láthatunk már ilyet, a közvetítések során volt, már azt hiszem Molnár volt, aki lőtte. Hasonló szituációban, amikor 5-4-be támadott az ellenfél. 13, mennyit mondtam, nem emlékszem? 13-20-nál kezdtük ezt számolni, úgy emlékszem. És 11-50-nél tartunk. Nagyon rosszul játszák, mert szélesebbet kéne játszani. Mező kis szerencsében megmaradott volna a labda. Látod, van időnk pihenni. Mert elvileg 11-20-nál jövő, egészülünk ki akkor. Elméletek, hogy igen. Egy papírt, kellett volna egy papírt adni. Ez most egy zicser és Ivacs nem figyelt a hosszún. Látod? Ez egy hatalmas lehetőség, hogy kicsit elaludt Ivacs ott a sarokban. Kinnál a kapu. Látod, hol áll? Kinnál a hatoson kívül. Hülyét kapok. Hát komolyan mondom, hülyét kapok. Nagy megcsinálja a cselt. Gyönyörűen hozza el Nagy Roland mellett, és most rutinosan megtartja, és kihúzza az időt, amíg visszatér a negyedik játékos majd a Vasasba. És most azért megy a reklamáció. Labdaejtés van. Meg megbeszélik a játékvezetők is. A kötének. Átment a kötén. Hogy is hívjátva. Most megy a reklamáció. A játékvezető elismeri, hibázott. Igen. Visszakapja a Vasas a labdát. Kötény átment, amikor behúzta a kötényt itt akkor nagy, hozzá. Nagy, igen. De megint nem emlékszem, hogy mennyinél. Nem emlékszem, hogy 11-20-at vagy 13-20-at mondtam. 13-20-at mondtam, de akkor... lehet, hogy akkor 13-7, de minden esetre biztos 13-tól kezdtük el számolni. Na, képtelen átdobni, nem hiszem el, tehát ezeket a rövid dolgokat nem tudom elhinni. Na és most veszi le a zöldet Sivák. Most jöhet be. Kiegészül a Vasas, tehát sikerült kivédekezni a piros lap utáni emberhátrányt. És Sivák most már zicserbe lehet kapni, hogy középen Mezőfalvi, és megvan a gól! 5-1, amint kiegészült a Vasas, egy gyors kontrából megvan az újabb gól. Baranyai Pál pedig már legyint a csapatára. Sorsdöntő volt, 4-2 helyett, hát azért 5-1, az azért... Mindenesetre megijedtem, jó volt a középetett labda Siváknak, de olyan gyengének tűnt a begurítás, azt hittem elakad a kapusban. Figyelj, most komolyan ebből támadást indítok, tehát nem akarok gonoszkodni. Lépek ki egyenesen és támadás, nem érek, hogy középre hova megy, és arra figyeljük, hogy ne faltoljuk el magunkat. Nagyon megvan a meccs, nagyon legfontosabb meccsünk megvan. Talán Mezőfalvinak is ad egy kis rendetet itt még a második félidőre, ez a találat. 5-1, 10 perc, 40 másodperc van hátra a második fél időből, pontosabban az egész mérkőzésből. Te is azért egy kicsit? Természetesen. Jó, na tűrlik. Lassú a labda, lassú a labda. Rossz labda. De a Dunaújváros játéket figyelve egyébként szerintem annyira már nem kell izgulni. Szerencsére köszönöm. A Vasasért. Tehát hatalmas rúgás lenne számunkra, jó rúgás, hogy 5-1-be bele, ilyen 5-1-ről innen, tehát elég stabilá tenni a holnapunkat. Hát minden labdat adok, ragad. Minden labda. Nagy csípje. Megyen a Bozának, oda kéne menni, nem oda megy, nézd meg. Még mindig nézi. Most. Most találta. Megint jött a közepe Boza, megint a center fogja. Mezőfalvi szépen teszi Boznánszkinak, visszateszi Nagynak. Most Lóri följavult a másodikban, stabilan, annyira lenyugtatja, annyira le. Látod, kéne jönni, mindenki távolodik, nézd meg. Mindenki, tehát csak a Sivi lépett majd, ott a közepe, és elmegy. Hát Gál lát a meccsen, láttad ezt? Hallottuk, szokhatlan, ilyet még életemben nem láttam. Te láttál már ilyet életedben? Hát ilyen, hát nem csak kidob, távolra, rövidre is. Hallod, de akkor kidob, akkor hogy nem lát, hallod? Ja, csak amikor kezébe van. Előbb kiment a hatoson. Megzavarja kidob. A labda lehet. Azt vegyétek majd vissza, hallod, amikor kilép a hatoson, és onnan dobja, hallod? Ezt mementónak meg kell tartani. 5-1-es Vasas vezetés, és hozhatja a Dunaújváros a labdát, amely elég gyengén szövegeti támadásait ezen a mérkőzésen. Megint a Bozán múlt ez, hogy nézd meg, megint megállt a Boza, látod?
ezek borzasztó dolgok. Sivák most megtolhatja, Boznánszki vagy kényszerítő, de túlságosan röviden kapja vissza. Látod, most sokkal jobban cserélünk, ez a másfél idő kimondottan. Már a Bozon megint azt a főső embert nézi. Szalter elviszi, Gál benyeli a labdát. Nézd meg, két embernek nem tudta kidobni, hallott? Két embernek. Tuti, hogy színvak. Tuti. Nem értem ezeket. Nem értem. Hát a szín most mind a kettőn és stimmelt, inkább kapura gurította, mert a kettő között ment ki. Ezek... Viszont most egy olyan kérdésem van, hogy szerinted, hogyha most 9 perc van hát és 5-1-es előny, meg lehet-e kockáztatni mondjuk a fiatal kapus bevetését az utolsó egy percben mondjuk? Semmit. Utolsó egy percben meg lehet minden. Én örülnék is, hogyha beállna, mert az mindig azt mondom, hogy egy nagyon nagy dolog, amikor a Barcelonánál is egy 17 vagy 18 éves játékos beraktak, érted, egy Real elleni meccsen, meg stb. Ezt itt is meg kell tenni. De azt mondom, hogy akkor természetesen őt egyéb meg lehet, sőt meg is kell. De egy percnél több, egy percnél én adnék többet is, őt egyéb mernék azért. Tehát itt megmondom őszintén, most sokkal stabilabb vagyunk a második fél időben. Ha megtartjuk ezt a faltot, ami azt hiszem most 3 körül van, akkor hát most is kellett már megtartjuk, akkor nem lehet olyan nagy baj, mert úgy érzem, hogy most visszajöttünk a meccsbe, és talán a Dunajvers, aki egy kicsit remeg. Hát ez a Szalai, ezt komolyan mondom, mert még van 10 éve, pedig csak 42 éves. És ezzel a győzelemmel, mert reméljük, hogy most már meg lesz ez a győzelem, a Vas is megelőzi a Dunajváros tabellát. És elhúzunk a hátsó régiót, ott van mellette, jobbra. Végre, hát ott ünnepeljünk már ezt, tehát valahogy ünnepeljük meg. Sivák passzolja föl Boznánszkinak, Szalai, gyönyörű. Na ezt szeretném nagy látni. Boznánszki. Na ezt vártam, látod? Most az ez a dolog, amikor karban tartják a játékot. Az igen. Sivák? Az már nem jó. Huber lépett közben. Ezt visszafelé vezettem, és testtel beállok, és előttem van a labda. Pedig a Boza helyet kellett volna cserélni, mert a Boza már van legrégebb óta. Hát most, ha bemegy a farkas, akkor öngyilkos leszek. Főleg, hogyha nagy helyére, úgyhogy most az érdekes lesz. Szalai az egyetlen igazi védekező játékos most így a négyesben. Hugo dobja ki a labdát oldalra. Nem érdekel! Dunai Város helyett oldalról. Tedd vissza! Hallod? Nézd meg a kezét! Nem hiszem el. Ragadics. Apatini leteszi Hubernek. Visszateszi Apatininek, ez egy lövőhelyzet. Szerencsére rendre Gálba lövik a labdát. Farkas. Nehéz lesz neki ballábasként onnan megoldani bármit. Hazaadja. Kapusnak adta. Faltolhatunk. Tiszta szerelés most Farkastól. Lehet neki segíteni, nem vezeti ki a labdát. Nem segít senki. De végre nem megállt. Hittek ez bele egy talán. Nagyon nagy dolog. Végre megállt, hallod? És kiarcol nagyon egy oldalbedobást. Na ezt várom. Hallod, ezt várom. Megfutotta, el is fáradt, merjen megállni. Na most megmondom, hogy akkor is dicsérni kell, tehát ha jót csinál. Ez tökéletes volt. Elfutott, megállt, rárúgta, megpihenhet. Nagyon fontos. Megint a közepben, bizony. Látod, most észrevette. Érkezik Farkas. Rossz lábra passzolta. Eljött a hátsó pozícióból. Nem nagy lehetőségben becsúszik Boznánszki. Földön fekve sikerül elkotorni a labdát. Nagy Roland, beindul Huber a kapu előtt. Ha észreveszed, a Boznánszki, a Farkas és a Ragadics, aki centert játszik. Tehát és most mind a hárman pályán vannak. Nagy lehetőség szerencsére. Mellé rúgják, de most megsérül Gálnak a keze. Látod, hogy mennyire igazam van? Tehát ezek megint egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos, mondjuk van Isten. Én a Gálnak, ha le kell vágni a kezét, akkor én az én kezemet odaadom, mert onnantól kezdve jól fog kidobni. Mondjuk a lábamat, meg az eszemet is oda kéne adni, és akkor szerintem páratlan játékos lenne. Igen, és szerintem most itt Farkas segített be, letaposta a kezét a becsúszás ellen. Van Isten, akkor a Farkasnak azért egy plusz. Nem tudja megfogni, van Isten, most komolyan. Hajjaj, de meg fogja tudni fogni. Bűvöli a labda. Lép vissza. És most Ruzicska van fönn a pályán. Érkezik a szakmai utasítás a lelátóról.
Ez a Gáli. És még mindig a Gáli. Még most is. Nem hiszem el ezeket, tudod? Ilyenkor ekkorát futok, és a védő előttem van, mit kell csinálni? Megállok. A védő kirohan a pályáról, kinyitom az ajtót, hogy nehogy neki menjen az ajtónak, én meg visszalépek és kapok egy sima kigurítást. Na ez a futszál, ezt akartam elmondani, ez a futszál. Visszapattant az újvárosi játékos, jöhet a Vasas. 6 perc 50 van hátra, 5-1-re megy a hazai együttes. Na tudod, közepére most a ragát kell megjátszani. Letámadnak az újvárosiak. Nem megy közép... tovább, Rúzi, látod? Igen, most mehetett volna, mert elé pörgött vissza, és most meg eladja Nagy Attilának. Ki belelövi Szegibe. Nem hiszem el ezeket. A Rúzi már játszott annyi meccset, és olyan jól játszott az NB2-be, hogy igaz, hogy ilyen meccsek néha időt, ugye azt hiszik, hogy sietni kell, pedig azt nem szabad. Nem kéne vele, hadd fussanak visszafelé, hallott? Nem kell, ilyenkor nem kell csinálni semmit, csak így, nem faltolni. És hadd jöjjön, hadd hozza vissza, nem Huber. A megint... Nagy látod, elviszi, ezt akartam mondani. Nagy... megint ragad is védekezése. Nagy Attila a bal felső sarkba, de fölé ment. Megint rag a védekezése, fölfogta a centert, ahelyett, hogy besegített volna. Gálnak még mindig jó a keze. Szalai. És mondd meg, hogy Futre miért nem játszik. Ruzicska, visszateszi. Hát nem ő neki akarta. Nem ő neki akarta. Szegi. Te szerintem a kimúlt a labda. Megint falat lesz. Sikerül elkotorni az ellenféltől. 3-2-be mennek. Nagyon le akarta adni Ruzicska. Molnár nagy lehetőség Jézusom, volt. Jézusom, ez nagy. A Futre nem játszik a nagy. De most már jön. Hogy nagy. Hát nem is értem Szala, hogy bírja. Nagy és Sivák érkezik be most Szegi és Molnári mellé. Szerinted ez a kettő miért állít hátul szerinted? Te is oda berbacoltad volna? Minden esetre minden négyen Sivákra figyeltek a dinamovárosiak közül. Nem hiszem el, hogy egy másodpercet eltűnt. Látod, mondja is Futre. Futrenek most aláment, nagy zicserbe kerül, és beleakadt Gálba a labda. Egy újabb jó védés a Vasas kapusától. Hát 5 percnél tartunk, látod, most már megmondom neked, percenként ki kell kapni egyet, tehát most már ne akarok izgulni, de tényleg stabilabbnak kell lenni. De ilyen könnyedén nem kéne odaadni, pont benne vagyunk a meccsbe, az ellenfél dadog, és mit csinálunk ilyen hülyeségeket? Megint hadd vegye vissza, megint látod, át akarta venni. Sivák? Jézusom. Olvasta az ellenfél, de hogy Szeginek akarja adni. Egyen lassabban kell ezt, tudod, egy kicsit lelassítasz ezt, és akkor elmegy, beleviszi a, tudod, hogy lép vissza, a lábát kell lépnie, mert elesik. Ütemet kihagyni, de most nem volt. Szerencsére nem büntette meg a Dunaújváros. Nagy, az igen. Egy újabb jó löb Sivákhoz az első fél időben egy ilyen koprodukció na, már gólt eredményezett. Látod, erről szól a dolog. Erről szól. Közepét adtam volna, én a Sivinek adtam volna. Kapus gólt lőhet. Már megtette az első fél időben, saját kapuját bevette Rigó. Most nem figyeltek a... Egy ez nagyon meg szép... megint Molnár és összefejeltek. Ott, és ott ment el a bal lába mellett. Na ezek a nagy problémák. Az ő ember, aki háta mögött volt, erre fölmutatott arra, aki hozta. Tehát ez megint egy örök tanulság, ezt ki is fogom vágni. Mert látod, pont arról beszél, akinek a legveszélyesebb emberről, de pont akinek kapta, az volt a legveszélyesebb. Gálnak kevés épp testrésze marad a meccs végére, most Szabóval fejelt jó, össze. Hát az orvosi kezelést fizessük, és ha nem jön, akkor az nagy segítség szám. Igaz, hogy első videóban a elején nagyon jól védett a Jósi, de most megint volt egy 10 perce, amikor csak fehéret látott. Tehát régóta fehér. Azt mondta, hogy mit csinál a fehér ember a feketével? Megiszta. Sivák figyel a hosszunk, de Jézusom. Nem eléggé figyelt egyik se nagy se Sivák. Van ottan, ahol nem jöhet el a labda, el van fordulva már a lövéstől, hogy ő a legfontosabb ember az első, tudod, mert ott nem lehet lábat nyílt, mert a Sranc képes a lába kötött előni, és ez egy sima gól volt. És ezért a kapus egy kicsit mást fog, tudod, mert ott megy el, ahol nem szabad megjönni. Igen, megvan a bizalom igen. Az első emberre, igen. És hogyha eljön, akkor mindenki meglepődik. Hát emiatt a bizalom miatt váltam el, hát ez az, tehát... És
És oda megy Molnári is, és oda megy Futra is. Meg még kettének oda kell, a közepét kéne lépnie, most jut eszébe Szeginek. Molnári, Szegi, jó a váltás, csak fart sebesség lesz, nincs meg. Sauter szereli. Tóth, itt a bal oldalon Sanc üres, meg is találja. Megint az igen. Visszalép. Lőtt paszt átvette ugye a Sauter, de Sivák jól lépett be neki. Na most kidobja a fehérnek. Éreztetted ezt? Komolyan mondom, tehát nem tudom elhinni. Nem tudom elhinni. Tutőr színba. Nem hiszem el. Tehát egy rutinos, azért jó, mert ezt ő fogja hallani. Tehát egy rutinos, nyugodt ember, ilyenkor már eldöntöm, hogy elrúgom, vagy eldobom. Ő nála meg nincs meg ez a döntés, hanem egyszerűen háromnak akarja adni, ez gyönyörű volt. Sivák jól pörgeti föl Szeginek, mellette és érezhető, ezt azért át szokta venni az ilyeneket is. Igen. Normál esetben, most valószínűleg tényleg a csodálatosan megy az idő, szerinted is jó idő van. Reméljük a Finnországnál megvezetünk, mivel ugye a finn-magyar ma megy. Tehát remélem, ott is vezetünk. Akkor lenne jó, hogy a finnek ott állnak, ahol mi. Vagy a magyarok, bocsánat, a finnek ellen. Jó, mondom, nézd meg. Ez most egy eladott labda, Tóth. Ne fartolj. Jézusom, elrúgja a kapu előtt. De azt látod, ez mekkora, tehát komolyan. És ilyenkor fölrakja a kezét, én meg infarktus kapok. Molnári megint elmegy, hogy nehogy ki lehessen, meg lehessen kapni a labdát. Gál. Látod? Ismét eltalálja az ellenfelet. Na, azt mondd el nekem. És ez a nagy lehetőség. Majdnem becsorog Molnáriról. Én lecserélném, cseréljék már le. Hát komolyan, cseréld már le. Az a baj, hogy a Molnári is benn van már 4 perc, a Szalát be kéne rakni, tehát érted, és egy stabilitás, és akkor fölmenne akár a Szegi. Hát sokkal többet érnénk el vele. Molnári belakad a labda kétszer is, itt Sivák. Itt a gólhelyzet. Megkörülős cselt akart csinálni, Saradi akasztja meg. Ádi! Sivákot, szabad rugásra jöhet a Vasas. Bocsánat. Három perc 28 másodperc van hátra, 5-1-re vezet a Vasas. És az egy rossz labda nagytól. Hazadhatom, nem elsietni. Befajtolj. Megint a center. Sivák el. Azért a Dunai Város is érezheti magán, hogy nincs bennük sokkal több, mert nem igen, próbál kihasználni az 5-4-et most így a vége felé. Hát figyelj, ha nincsen, tehát megmondom neked a mi csapatunkban is az 5 ember nagyon kemény, de megmondom neked, lenne 5, aki az 5-4-et tudná játszani, de ahhoz kell tényleg 5 stabil ember. Itt ma a Dunajvárosban igazából Srancon kívül nem volt egy stabil játékos, ez a nagy szerencsénk, mert rengeteg labdát adtunk nekik. Voltak jó dolgaink, villanásaink, de rengeteg labdát adtunk. És ez a futcál arról szól, ugye ezt nem tudom, hogy tudod-e, hogy akkor lehet gondolni, hogyha nálunk van a labda. Kivéve, hogyha a Dunajvárosi kapusnál, mert akkor azért mi tudunk lőni, amikor náluk van a labda. Tehát majd meghívjuk egy kávéra az erőt. Sranc lövi el és elmegy a jobb kapufa mellett. Hát ide lából megyek, tehát betudtam, ott a, de hát ott nincs messze tőle a Futre, nézd meg, nincs messze a Futre. Ez most egy jó kidobás Szegihez. Ez véletlen. Megpróbálta finoman elpöckölni Rigó mellett, még mindig ott van a Dunai Városi kapunál a labda, a Mezőfalvi majdnem elcsípi. És Rigó teszi le Aradinak. Megpróbáljam a kapus behívni? Megpróbáljam. Interaktív műsort láthatunk akkor. Bocsánat. Én elképzelhetőnek tartom, hogy Sivák Péter ezt meg fogja lépni magát. Sivi! 2:42-vel a vége előtt. Meglátjuk, hogy mennyire interaktív a műsorunk. Nem, itt azért lenne fontos, mert ilyenkor, ahogy te mondtad, nagyon jól mondtad ezt, ez egy kicsit fogja, mert fáj a Gál keze, mondjuk azt, jó? Hát most Mező fölfedezte azt, amit kell, tehát most visszajött a center. Igen, nem jött a labda. Csak nem kellett volna elmenni. Megvan a löp, csak a nem a legjobb. 2:38 van még a találkozóból. Rutinos sor van fönt. Nem tudom. Szerintem megtettünk mindent, hogy esetleg a fiatal kapus pályára lépessen ez a mérkőzése. Ez egy ilyen szempontból nagy siker, mert egy ilyen formátumú rangadó, nekünk rangadón, még ezt is megtesszük, az pontosan, hogy értékeltük és bírtuk a meccset, az nagyon fontos. Ha
majdnem sikerült labdát szerezni. Mezőfalvinak kétszer is. Látod, most sokkal jobban egyensúlyban vagyunk a második félidőben, már azok vannak fönn, akik... Óha! Hát ez nehéz arra dolog, ez belsővel is megfoghattuk volna. Legállítom, ráülök. De lehet, hogy benne van még az a kéz és fejsérülés, amit a második félidőben kapott. A fejsérülés mondtál? Vagy kézfej? Szerintem fejsérülés van. Ez most megvan, most nehéz lenne fehéret találni, oda is megy Szegi ez a labda, kicsit lelassul. Vissza kéne passzolni, nem jön vissza a labda, nagy megszerzi. Nem tudom, ilyen szinten ez nem szabad. Hát nehéz egy 49-t kikapni, de én nagyon fontosnak találom, hogy ilyenkor is egy ne veszítsünk labdát. Sranc, Nagy Roland, 1.30 van még hátra a meccsből, egy lövés, Mezőfalvi. Mező nagyon jól játszik a második félidőben. Kitereli a labdát. Nézd meg, hogy futva is visszalépett köténybe, úgy. El is jut a labda Szegihez. Tutti volt, hogy rárúgja. Még mindig ott van egy lehetőség, most már nem előni, most már vissza kell tenni, így is van, jön, sivákhoz a labda. Itt a túloldal. Nem szabad kapkodni. Nagyon jó labda siváknak. Van idő, hogy betegye. Nagyot védett Rigó. És minek van, ezt leveszem belsővel, kapus elszáll. Visszahúzom talpal utána haza, de ez is szép volt, Sivi kivárt nagyon. Igen, de hamarabb szállt el Szegi a érkező labdára, mint igen. A kapus. Nem tudta a kipattanót beterelni a kapuba. Most egy kis Gál. Törlés következik. Gál! Balla! A becsúszás után. Balla! Hát miért nem? És akkor cserélgetnek akkor még a már. Hazaiak. Közben törlés már. Van. Szóljál már! Balla! Kapus álljon be! Nehezen működik az interaktív csere. Tedd már meg! És akkor most már tiszta a parkett, folytatódik a mérkőzés. És úgy látom, sikerült összehozni pár perc alatt azt, hogy a fiatal Balla Bertalan debütálhasson az NBA-ben. Csak nehogy az egy percig ne álljon meg a... Ruzicska szerez labdát. Nem vennénk a szívünkre, hogyha esetleg egy rossz cseréből kapna gólt a csapat. A és most megvolt. Megvolt sikeresen Balla Bertalan a kapuban. Ruzi megtámadja, fél amikor nem kell megtámadni. Esetleg még labdába is érjen a meccsen. Ha más nem, akkor legalább szokja az NBA egy levegőjét. Farkas szerez labdát. És szabálytalanság. Farkas kapja a labdát. De ő mennyire van a meccsben, nem? Mennyire van? Ő ellene Faltónak, és odaadja Afganisztánnak. Na és aztán hát aztán. Szalajja a sarokba Mezőfalvinak. Jó, a középetett labda Farkas előtt, nagy lehetőség. Belerugja Rigóba. Tényleg ez nagy lehetőség volt? Kicsit alányult volna, akkor megvan a hatodik gól is a meccsen. Most jó, magasra lövi a labdát. De ezek szerint megpattant az újvárosi játékosnak, aki elé ugrott. De előbb is lőhettem volna ilyen magasan, akkor gól. Nem akarok hozni a 6-1, az jobb az 5-1-nél, ugye? Nagy öröm ez a meccs azért nekünk. Hát ez egy nagy öröm. Hát ez a rangadó most elég simán megvan. Igen. Szóval kijelenthető. Igen, innen már nehéz elveszíteni. Még mi is játszhatnánk. Szalai vissza Mezőfalvinak, 8 másodperc. Akár kapusnak is vissza lehetett volna tenni, hogy labdába érjen Farkas. Megtartja, de lehet lőni. Nincs idő már. Ruzicska lövi bele az emberbe. Lényeg a lényeg, 5-1-re megnyeri a Vasas ezt a mérkőzést, az NB1-es újoncok csatáját, és ezzel visszaelőzi a Dunaújvárosi tabellán. Köszönjük szépen a figyelmüket, reméljük jól szórakoztak. Tartsák velünk jövő héten, és viszontlátásra.